Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, kollégákat, barátokat, érdeklődő családtagokat, Kis György II. Akadémiai székfoglaló előadása alkalmából. Régi hagyománya az akadémiának, hogy székfoglaló előadás keretében mutatkoznak be az akadémia megválasztott tagjai. Hogy ezt egy nyilvános osztályülés keretében teszik. Ez itt most a 9. osztály, azaz a közgazdasági és jogtudományok osztályának nyilvános rendezvénye. Engedjék meg, hogy röviden ismertessem Kis György szakmai életútját. Kis György Debrecenben született 1953-ban. A Pécsi Tudományegyetem állam és jogtudományi karán folytatta tanulmányait, és 1977-ben summa cum laude minősítéssel végzett. 1977-78-ban tudományos összesegélyasként, 78-82 között pedig egyetemi tanársegédként, később 82-85 között ti időszakban egyetemi adjunktusként dolgozott a kar munkajogi tanszékén, Román László professzor irányítása mellett. Pályája kezdetén az akkori munkaszociológiai kutatások hatására a munkavállalók részvételi jogaival foglalkozott. Ezt követően a munkajogi konfliktusok feloldási lehetőségeit vizsgálta, különös tekintettel a kollektív érdekvitákra. Ebben a témában védte meg kandidátusi disszertációját 1985-ben, és ugyanebben az évben egyetemi docenssé nevezték ki. Tudományos érdeklődése később a munkajog és a magánjog kapcsolatának irányába fordult, ezen belül a magánautonómia munkajogi érvényesülésének különböző módozatait vizsgálta. Alapvetően a német magánjogi és munkajogi dogmatika hatásával. Ezt a területet kutatta Németországban is a Humboldt Stiftung ösztöndíjának támogatásával 1989-90-ben a Regensburgi Egyetemen. 1993 és 98 között az egyetemi munka mellett a Munkaügyi Minisztérium jogi főosztályának vezetőjeként dolgozott. A felelősségi körébe tartozott az Európai Unió munkajogi tárgyú irányelveinek átültetése a magyar jogba. A tudományos munkával azonban ebben az időszakban sem hagyott fel. 1995-ben jelent meg a Piac és az emberi tényező című monográfiája. 1996-ban habilitált, és 98-ban egyetemi tanárrá nevezték ki. A magyar munkajogi tankönyvi irodalom megújítása jegyében 2000-ben jelent meg a Munkajog című tankönyve, amelyben a magyar munkajog átfogó bemutatásával vállalkozott, azzal, hogy az egyes jogintézmények elemzését összehasonlító jogi környezetbe helyezte. Kis György szerkesztésében több hazai és külföldi szerző közreműködésével 2001-ben jelent meg az Európai Unió Munkajoga című kiadvány, az Alapjogok kollíziója munkajogban című akadémiai doktori értekezését pedig 1998-ban védte meg. Ezt a munkát 2013-ban a Magyar Tudományos Akadémia akadémiai díjjal ismerte el. Tudományos tevékenységének új lendületet adott az MTA támogatott kutatócsoport pályázat elnyerése a Pécsi Tudományegyetemen, mely a globalizált gazdaságnak a munkajog intézménye rendszerére gyakorolt hatását vizsgálta. A kutatás eredményeit a kutatócsoport közel 100 tanulmányban publikálta. A nemzetközi együttműködésnek köszönhetően a Grácsi, Zürichi, Leoni, Trieri egyetemekkel közös oktatási-kutatási csereprogramokban is részt vett, a Pécsi Munkajogi Tanszék és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatáskar Emberi Erőforrás Intézetének a szervezésében. Mintegy 20 külföldi egyetemen kutatóhelyen volt meghívott előadó.
számos nemzeti konferencia állandó résztvevője. 1998-2012 között a PTE AJK munkajogi tanszékének vezetője, 2018-tól az NKE közigazgatástudományi doktori iskola vezetője lett. 2016-ban az MTA levelező tagjává választották. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudomány Egyetem egyetemi tanára. Szakterülete a munkajog, az európai munkajog, a magánjog és a munkajog kapcsolata, összehasonlító közszolgálati jog. Legutóbbi kutatásai a munkaszerződés és az általános szerződési jog dogmatikai összefüggéseire irányultak. Jelenleg az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat által támogatott PTE-NKE összehasonlító és európai foglalkoztatáspolitikai és munkajogi kutatócsoport vezetője is. A 2022. júliusában kezdődött kutatás témája a hatékony foglalkoztatás jogi alapjai. Kis György több monográfia és tankönyv szerzője, számos külföldi kiadású munkajogi tárgyú monográfiában működött közre, szerzőként és szerkesztőként egyaránt. Tudományos közleményeinek száma meghaladja a 200-at. Elnöke, illetve tagja több hazai folyóirat szerkesztőbizottságának, tanácsadó testületének, hazai és nemzetközi tudományos társaságoknak. A már említett akadémiai díja mellett 2013-ban Pro Iure Laboris díjban, 2018-ban pedig Magyari Zoltán díjban is részesült. E rövid laudáció után tisztelettel felkérem Kis György akadémikus urat, hogy tartsa meg székfoglaló előadását. Tisztelt osztályelnök úr, tisztelt kollégáim, hölgyeim és uraim! Témaválasztásomat, amely tulajdonképpen a munkajog jelenlegi helyzetével, mozgásterével és lehetőségeivel foglalkozik, egy olyan folyamat indukálta, amely a munkaerőpiacon következett be, a munkaerőpiacnak egy szerkezeti átalakulása. Ez jószerével jogon kívüli folyamat volt, a jog nem nagyon reagált rá, csak jóval később. Legfeljebb annyi köze volt hozzá a 70-es években, hogy legalábbis az európai munkajog erősen szociális töltetű változása nyomán megkezdődött egy kiáramlás a munkaviszonyból, ez a menekülés a munkajog viszonyból. És hát a későbbiekben a munkáltató és a munkavállalói pozíció mellett megjelent egy úgynevezett köztes réteg. Engedjék meg, hogy most csak ezt a homályos fogalmazást használjam, hogy munkáltató és munkavállalói pozíció, illetve hogy köztes munkavégző réteg. Ugyanis az irodalom nagy része, a jogalkotás sem tud ezzel a kategóriával nagyon mit kezdeni. És az a kérdés, hogy ezt hogyan lehet megfogalmazni a jogviszonyok szintjén, pontosabban a jogállások szintjén. Azt lehet mondani, hogy a munkajogviszony és a magánjogi jogviszonyok mellett, ami a munkavégzést illeti, tehát gondolok itt megbízás, vállalkozás, broker, ügynök, stb., más jogállás nem nagyon létezik. Tehát annak ellenére, hogy megjelent ez a szürke zóna, megjelent ez a köztes zóna, ezt jogilag nem nagyon írta le senki, sőt azt lehet mondani, hogy ennek a köztes kategóriának a saját helyzetére vonatkoztatott, saját helyzetére, saját entitását kifejező, definiált jogállása mind a mai napig nem létezik. Ez azért probléma, mert jelenleg a munkajogban megfigyelhető egy nemzetközi törekvés, hogy tulajdonképpen a munkajog klasszikus fogalmi elemei, és ami nagyon fontos, a védelmi intézkedések, a védelmi intézmények, kiterjesztődnek, hogy a munkajog próbálja kiterjeszteni erre a szürke rétegre, vagy erre a köztes rétegre. És ennek van egy nagyon érdekes szabályozási technikája, ami nagyon egyszerűnek tűnik.
egyszerűen vélelmezik bizonyos tényállások esetében, vagy vélelmezi a jogalkotó a munkaviszony meglétét. Tipikus példája ennek a francia Code du Travail 7. része, amely bizonyos speciális munkavégzés esetén, gondolok itt újságírókra, színművészekre, modellekre, stb. Egyszerűen kijelenti, hogy vélelmezni kell, hogy ők munkajogviszonyban állnak. Ez egy megdönthető vélelem, de gyakorlatilag szinte alig van rá lehetőség, hogy azt bizonyítsák be, hogy tulajdonképpen ez nem munkaviszony. Hasonló egy újabb jogalkotási termék, még tervezett, nevezetesen a platform közbeiktatásával történő munkavégzés feltételeinek javítására vonatkozó irányelv tervezet, amelynek a 4.-5. cikkeje szinte kötelezi a tagállamokat arra, hogy vélelmezzék minden esetben a munkajogviszonynak a fennállását. Hát aki platform alapon dolgozik, vagy platform közbeiktatásával dolgozik, az tulajdonképpen az irányelv tervezet szerint munkaviszonyban van. Kérdés szépen, mi ennek az expanziónak, vagy melyek ennek az expanziónak az okai? Sokan fogalmaznak úgy, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszonyoknak a bináris vagy duális felfogása egyrészt ugye a munkaviszony, másrészt a magánjogi jogviszonyok, és ezt szinte kritikaként fogalmazzák meg napjainkban. Persze fölteszem a kérdést, hogy van-e más? Egyáltalán lehetett volna más megközelítés az elmúlt évtizedekben, hiszen egy harmadik jogállás, egy köztes jogállás, amit meg tud fogni a jogi dogmatika, tulajdonképpen nem alakult ki. Ennek a munkajogi expanziónak van egy nagyon fontos töréspontja, nevezetesen a munkajognak a személyi hatálya, amely a munkáltatóra és a munkavállalóra épül. Ez azért lényeges, mert a munkajognak mindig volt egy törekvése a magánjogtól való önállóság bizonyítására, saját jogi dogmatikájának a kimunkálására, több-kevesebb sikerrel, és ezt a munkáltató munkavállalói pozíciót nem tudom egyszerűen jogosult, kötelezett absztrakcióval jellemezni, nem tudom az adós hitelező pozícióval jellemezni, hiszen erre a két státuszra, a munkáltatói státuszra, a munkavállalói státuszra egy egész jogrend épült, mind a munkaszerződést, hanem pedig az egész kollektív munkajog. Ez azért problémás, mert amikor a munkajog intézményeit kiterjesztem más jogállásra, például egy magánjogi jogviszonyra, akkor rögtön olyan problémákkal szembesülünk, hogy bizonyos a munkajogra jellemző alapelvek, illetve a kollektív munkajogot jellemző eddigi dogmák, például a kollektív szerződéskötés, stb. Az hogyan terjeszthető ki egy teljesen más területre. És van még egy probléma ezzel a személyi hatállyal és az expanzióval, hogy a munkajognak az eredeti rendeltetése a munkavállaló védelme. Tehát egy jogviszonyban az egyik alanynak a védelmét, bizonyos egyensúlytalanság kiegyensúlyozását próbálja elérni a munkajog. Itt a védelem szóra hívnám fel a figyelmet, ugyanis nagyon sokszor használjuk azt, hogy a munkajog védelmi jogága, a munkavállaló védelmének jogága, de nagyon-nagyon lehezen lehet ezt a védelem szót, a védelem kifejezést, a védelmet, mint fenoménumot leírni a jogi dogmatika nyelvén. Nem is nagyon találkozunk ezzel a meghatározással. Felsorolásokkal igen, de ezzel nem nagyon megyünk előre. Értékeljük röviden, hogy ez az expanzió mit jelent, hogyan kell ezt fölfogni. Hát a tények azt mutatják, hogy a munkavégzés jogviszonyai nem változtak. Lehet bármilyen diverzitása az újabb tevékenységeknek, amit nyilvánvalóan elősegít a technológia fejlődése, hiszen nem látott eszközökkel lehet munkát végezni, klasszikus fogalmak szűnnek meg, például a munkahely, a munkaidő is teljesen más értelmet nyer bizonyos esetekben, és az önálló munkavégzőnek a jogállása és az ennek megfelelő jogügyleti lehetősége között, tehát egy úgymond függő önálló munkavégző, mindjárt mondom majd a kritériumait, aki magánjogi jogviszonyban végzi a tevékenységét, igazából nem vesz részt a magánjogi jogügyleti forgalomban, tehát hasonlít tulajdonképpen egy munkavállalói státuszhoz, vagy munkavállalói jogálláshoz. Melyek a teljesítés, vagy milyenek a teljesítés körülményei? A teljesítés és a teljesítés körülményei nagyon hasonlítanak
a munkavállalónak a teljesítéséhez. Bizonyos lekötöttség van, bizonyos függőség van, ez majd a következő kulcsfogalom. És ebből következően a munkajogi expanziónak, ennek a munkajogi terjeszkedésnek nyilvánvalóan a referenciapontja a munkavállaló. Ha megnézzük az egyes kifejezéseket, munkavállaló jogállásához hasonló személy, az angol worker, ami nem a munkás jelenti, hanem a munkavállaló és a úgynevezett independent contractor közötti átmeneti állapotot, a francia gazdaságilag függő munkavállaló, az olasz jog ugye a munka oldaláról és nem a vállalkozás oldaláról közelít, az il lavoro dipendente kifejezéssel, és ez szinte magától értetődik, hogy a munkajog persze a munkavállalóhoz hasonlítja, és szeretné a munkavállaló fogalmába integrálni ezeket a munkavégzőket. Van-e más lehetőség? Hát van. 1977-ben Manfred Lieb fogalmazta meg az úgynevezett Unternehmerinnliche Person fogalmát, azaz a vállalkozóhoz hasonló jogállásnak a fogalmát. Igaz, hogy egy eléggé speciális területen, vagy területre vonatkoztatva a biztosítási úgynevezett Außendienst Mitarbeiterek, tehát külső szolgálatot teljesítő munkatársak esetében, és azt mondja, hogy ezeknek olyan a teljesítési körülmények, különösen a eléggé sajátos kockázatot tartalmazó jutalékos bérrendszert beleértve, hogy nem indokolt őket munkavállalóként kezelni, sokkal inkább hasonlítanak a vállalkozóhoz. Ez a tanulmány, ami akkor nagy port vett föl, valahogy elhalt, és ma már nem nagyon foglalkoznak ezzel, hogy ezt a köztes zónát talán, vagy a köztes zónában lévő munkavégzőket a vállalkozókhoz hasonlítsák, annyira előre tört a munkajognak a jelzett expanziója. Ha már a munkavállaló a referenciapont a viszonyításra, nézzük meg, milyen kritériumai vannak. Van egy híres eset, a 1986-ban a Lori Bloom ügy, egy azt hiszem skót állampolgárság, angol állampolgárságú hölgy elvégezte a Goethe Egyetem pedagógiai szakát, vagy német szakát, és hát neki egy úgynevezett Vorbereitung Dienst, tehát egy külső szolgálatot, vagy megelőző szolgálatot, felkészítő szolgálatot kell teljesíteni, hogy diplomát kapjon, egy gimnáziumban kellett volna tanítani, ami közalkalmazotti státusznak minősül, és nem engedték, mert nem német állampolgár. Ez az ítélet, a Lori Bloom ítélet és ez a Lori Bloom formula azt mondja, hogy csak ez a három objektív kritériuma van a munkaviszonynak, semmi más, és nyilván a cél az volt, hogy megakadályozzák a diszkriminációt és elősegítsék a szabad mozgást. Tehát ez egyik alapvető európai érték, európai pillér támogatása volt a cél. Ez rendben is van, de a későbbiek során egyre inkább fölmerült, a későbbiek során, miután más tényállásokra is kezdték alkalmazni a Lori Bloom formulát, fölmerült a kérdés, hogy egyáltalán differenciális specifikaként lehet-e kezelni ezt a formulát, vajon más esetekben nem alkalmazható ez a formula, vagy igen. És ha igen, akkor ugye föltehető a kérdés, hogy célszerű egyáltalán a munkavállalót referenciapontként kezelni, ha ennyire instabil az a kritériumrendszer, ami a munkavállaló fogalmát jellemzi. Említettem, hogy az egyik kulcs fogalom ebben a folyamatban a függőség, amely a munkaviszonyt megkülönbözteti más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyoktól. Nézzük meg először, hogy a munkajogban mit jelent a függőség, mit jelent az alárendeltség. Reinhard Dichardi híres munkájában 1967-ben első mondata a bevezetésben, hogy a munkajog premisszája az egyéni munkavállaló függősége. Az Abhängigkeitot használja, és semmilyen jelzőt nem tesz elé, tehát nem azt mondja, hogy a gazdasági függősége, nem azt mondja, hogy a személyi függősége, hanem egyszerűen kijelenti, hogy az egyéni munkavállaló ebben a folyamatban függő helyzetben van. Nézzük meg ezeket a kifejezéseket. Ugye használatos a szubordináció, használatos a personal, a structural, a contractual dependence. Ez a megkülönböztetés nagyon fontos, mert például strukturális vagy szerződésből adódó függőségnek nevezik a franchise-t, ahol a szerződés struktúrája olyan, hogy a franchise vevőket bizonyos alárendelt függőhelyzetbe hozza, amiből az következett az Egyesült Államokban nem is olyan régen, hogy a McDonald's franchise vevők
munkavállalóként akarnak megjelenni, vagy akartak megjelenni, és kollektív szerződést kötni a nagy McDonald's-szel, egyszerűen azért, hogy a munkafeltételeket egységesítették. A senkit nem zavart, hogy a franchise-vevőknek vannak ekte munkavállalóik. Az Egyesült Államok Kaliforniában hozták a döntést, és a döntésnek a lényege az volt, hogy ugyan nem kollektív szerződés, de a Fair Labor Standard Act alapján, amely a viták konszolidálását helyezi a hangsúly előtérbe, és nem a problémák eszkalációját, azt mondták, hogy kössenek ilyen megállapodást. Végül azért nem sikerült ezt megkötni, mert abban a pillanatban, hogy a franchise vevőket próbáltak elismertetni munkavállalóként, megjelent a szakszervezet, és ők mondták, hogy ha a franchise vevők is kötnek, akkor ők is kötnek. Tehát beindult egy láncolat, de azért érzékelhető, hogy a szubordináció kifejezés általában alárendeltség azért egyre inkább eltolódik a személyes alárendeltség kategóriája felé, szemben a szerződéses, gazdasági, strukturális függőséggel. Nézzük meg a szemben álló kifejezéseket, ugye az at-will employment, tehát a szabad belátáson alapuló foglalkoztatástól kezdve a managerial prerogatíván keresztül az egyoldalú teljesítés meghatározás szerepel a szótárakban. Nyilvánvaló, hogy ezek teljesen eltérő súlyú minőségű kategóriák. A magyarázatok a függőségre hát eléggé szerencsétlenek. Először ugye volt a gazdasági függőség, aztán jött a 20-as éveiben a személyi függőség, a személyes alárendeltség, ez a polgárjoggal való szembenálláson alapult, Ungó Zinzheimer és iskolája. Aztán a befektetési kockázat által indukált irányítási hatalomnak a következményeként határozták meg. Ez a 19. században az Employers Workmen Act hatályba lépése után jött, amikor keletkezett ez az elmélet, vagy ez a teória, amikor ugye egyre inkább a hosszú távú foglalkoztatás, a tömegtermelés, a technológia révén előtérbe került, és szakítás volt a master-servant korábbi viszonyrendszerével. És aztán jött a beilleszkedési teória, hogy valamilyen szervezetbe be kell illeszkedni a munkavállalónak, és ezáltal nyeri el a munkaviszony a lényegét. Ez azért lényeges, azért fontos ez a szempont, mert szervezet, tényleges keret, tényleges szervezet, vállalat nélkül nem volt munkaviszony, korábban elképzelhetetlen lett volna. És végül General Sauce, a szolgáltatás tárgyának osztrak szerződésbeli meghatározása, ami nagyon szépen hangzik, csak azt nem tudjuk, hogy miért így határozzák meg, tehát mi ennek az oka, mi van e mögött. Nyilván van mögött a gazdasági függőség, személyi függőség, és hát egy kritérium természetesen nem fejezi ki önmagában ezt a függőséget. Nézzük meg, hogy hogyan változott az alárendeltség, a munkajogi alárendeltség az idők folyamán. Ugye a hagyományos mutatók egy szigorú, strikt utasításhoz való kötöttséget feltételeznek, egy tényleges beilleszkedést egy fizikailag megfogható szervezetbe, a jogok és kötelezettségek teljes imparitását tételezi föl, a jogviszony sorsa az egyik fél döntésének a döntésén múlik, és hát a munkavállaló jogállása miatt saját neve alatt semmilyen más jogviszonyban, semmilyen más magányi jogviszonyban igazából nem vehet részt, és ezért miután nem vállal felelősséget, nem vállal igazából gazdasági kockázatot, szükséges egy eléggé erős szociális védelem. Munkaviszony keretei között maradjunk, mit jelent ez most napjainkban? Kezd kialakulni egy megosztás, egy munkaszervezési megosztás, halkan egy felelősségi megosztás, a kockázatviselésnek a megosztása. Ugyanakkor a munkaviszony sorsa változatlanul az egyik fél kezében van, tehát ugyanaz az egyensúlytalanság megvan, ugyanúgy nem vehet részt egy jóval szabadabban mozgó munkavállaló a mindennapok jogügyleteiben, munkavégzésére nyúló jogviszonyban, és ugyanúgy kell ugyanúgy rászorult egy szociális védelemre, mint a hagyományos alárendeltség keretei között. Azért írtam a fellazított teszteket, vagy azért tettem időzőjelbe, mert amikor már nem lehet kimutatni, és nagyon szellemes ez a megfogalmazás, hogy megközelítése egy angol szerzőpárnak, ha már nem mutatható ki
Sem a függőség, sem az integráció, sem az operatív utasításhoz való kötöttség, akkor nézzük meg a gazdasági realitást, hogyan teljesítenek ezek, hogyan állnak egymással, milyen viszonyban, milyen gazdasági kapcsolatban állnak egymással, milyen mozgástere van az egyik félnek a másikkal szemben. És hát ugye, mint ahogy láttuk a tendenciánál, a tendenciák bemutatásánál, nagy fokú önállósága van a ilyen módon foglalkoztatott munkavállalónak, nem viselik a veszteségnek a kockázatát, nem is részesülnek a nyereségben általában, a munkaeszközök érdemi része nyilvánvalóan a munkáltatónál van, azonban a teljesítésnek a folyamatossága, amely egyben biztonságot is jelent, de lekötöttséget is jelent, az eredményezi azt, vagy azt sejteti, hogy itt azért valóban egy erős függőségi viszony van a két fél között, ha nem is olyan, mint a tradicionális munkaviszonynál láttuk, vagy a korai, a munkaviszonyoknak a korai fázisánál, stádiumonál láttuk. Na most a gazdasági realitás, mint ismérv, mint a függőségnek az egyik megfogalmazása, ehhez képest egyre inkább erősödik napjainkban a személyes függőségnek a teóriája, bármilyen furcsán is hangzik. Egy teljesen a magánautonómiával ellentétesnek tűnő megközelítés, amely meglepetésszerűen 2017-ben került be a BGB-be, mégpedig a 611A paragrafus, amely a Dienstvertrag, tehát általában a szolgálati szerződéshez képest megfogalmazta azt, hogy mi a munkaszerződés. 2017-ben, tehát gyakorlatilag több mint 100 évvel a BGB hatályba lépése után. A szöveg következő nagyon röviden, hogy a munkavállaló utasításhoz kötötten más által, tehát idegen másfél által meghatározott módon személyes függőségben köteles a munkáját végezni. És van egy nagyon érdekes utalás, ami már egy lépés a munkaviszonyból való kilépésre, vagy egy fázisa a munkaviszonyból való eltávolodásnak, hogy ez a személyes függőségnek a foka azért különböző lehet, és ez függ a tevékenység jellegétől. Engedjenek meg egy mondatot a kritikákról. A kritikák egy része nagyon durva, és kicsit sarkosan fogalmazva úgy olyan tartalommal születtek meg, hogy tudjuk, hogy a munkaviszonyban személyes függőség van. Ez 1950-es évektől a Bundesarbeitsgericht, a Szövetségi Munkaügyi Bíróság. Kimondta, konzekvensen alkalmazza is, de miért kell ezt kitenni az ablakba? Miért kell ennek a személyes függőség kifejezésnek megjelenni egy polgári törvénykönyvben? A másik oldal viszont azt mondja, hogy végre elindultunk ismét egy úton, ismét az önálló munkajog megteremtése irányába, utalnak a Weimari alkotmányra, sőt, az Einigung Verstragra, tehát az egyesülési szerződésre 1990-re, amelynek a 30. cikkeje közli, hogy ismét meg kell alkotni egy egységes munkaszerződési jogot. Ezt megpróbálták megalkotni többször, nem sikerült. Nagyon röviden nézzük meg, hogy milyen kritériumok vannak egy munkavállaló, egy független munkavégző és egy munkavállaló jogállásához hasonló személy tekintetében. Csupán két momentumot szeretnék kiemelni. A tevékenység jellege. Bár lehet ez tartós tevékenység, lehet akár egy feladatra kötött szerződés, azonban a munkaviszony esetében ott van egy látens ígéret, ez a ígérem, hogy foglalkoztatlak és foglalkoztatva leszel. Ez a promises to employ and to be employed. Ez Mark Friedland formulája 2003-ból. Ez nem azt jelenti, hogy csak határozatlan időre lehet szerződést kötni. Azt sem jelenti, hogy ezt nem lehet megszüntetni. De van egy látens ígéret arra, hogy ez a szerződés nem önmegszüntető szerződés, ígérem a foglalkoztatást, és ha megszűnik, akkor valamilyen garanciát kell kapni a másik félnek. Ugye egy független munkavégzés esetében ilyen fel sem merül, még egy tartós megbízás esetében sem merül föl, mert bármi közben jött, amiért megszüntetem, és nincs az az ígéret, hogy foglalkoztatni foglak, a jogviszonyt fenn fogom tartani. Nézzük a munkavállaló jogállásához hasonló szemét. Azért tettem kérdőjelbe, hogy vajon ígéret nélküli
Tehát ugyanúgy működik, mint egy magánjogi jogviszony. És már most hangsúlyozom, ebben az esetben, ennél a kategóriánál, amikor megpróbáljuk meghatározni az ő jogviszonyának a tartalmát, akkor azt látjuk, hogy az idő, a teljesítés tartama az döntő kritérium lesz. Mert nem lehet ugyanazt az egységes szociális védelmi rendszert kiróni, vagy adaptálni erre a köztes munkavégző rétegre, amelynek gyakorlatilag a jogállása magánjogi. Nem lehet egy az egybe áttenni, mert nem biztos, hogy olyan fajta teljesítést fog ellátni, mint egy munkavállaló. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, és ebben a megkülönböztetésben az időnek, az időtartamnak meghatározó jelentősége van. Kérem szépen még egy pont, hogy részt vehet-e valaki a munkavégzés mellett az általános magánjogi forgalomban. Hát ugye egy munkavállalóra lesz fel sem erül, egy független vállalkozó személynél ugye természetesen tetszőleges partnere, kuncsaftja lehet, ügylet, kliense lehet, hát az ő tehetségétől, gazdasági erejétől függ. Nagyon vegyes a kép a munkavállalóhoz hasonló személynél, ugyanis elvileg elmehetne és vállalhatna más ügyfelekkel is szerződést, köthetne más ügyfelekkel is szerződést, de gyakorlatilag nem tudja megtenni, mert az ő helyzetéhez képest alakul a jogalkotás már, ahol van definíciója is, hogy rendszerint egy ember felé teljesít, onnan kapja a jövedelmet, onnan származik minden bevétele, tehát gyakorlatilag nincs tényleges lehetősége, jogi talán lenne, de tényleges lehetősége nincs ebből kimozdulni. Nézzük a munkajog eszpanziójának a buktatóját a védelem oldaláról, a védelem összetettsége oldaláról, ugyanis a függőség, az alárendeltség mellett a védelem kifejezés, illetve fenoménum az, ami meghatározva ebben a folyamatban. Nézzük meg a munkajogi védelemnek a jellegét és összetevőit. Ugye mindig azt halljuk, hogy a munkajog egyik alapvető eleme a szociális, egzisztenciális védelem, a munkajog egy szociális védelmi jog, ami rendben is van, de nem tudjuk mi ez jogilag, hogyan lehet ezt leírni. Közelítünk a problémához, ha azt mondjuk, hogy ez egy jogállásvédelem, hogy a munkavállaló jogállását megpróbáljuk stabilizálni, megpróbáljuk védeni. Ennek viszont mi a kulcs eleme az, hogy a munkajogviszony kontinuitását próbáljuk biztosítani. Ez, amit az előbb említettem, ez a promises to employ, to be employed. Tehát, van egy látens ígéret, hogy foglalkoztatni foglak, de teljesítesz, nem kerülsz egyik pillanatról a másikra, mindenfajta indok nélkül az utcára, tehát van valami kontinuitás. Ez a legfontosabb eleme szerintem a munkajogviszony úgymond védelmi jellegű jogainak. A másik a tisztességes munkafeltételek. Ezt a tisztességes munkafeltételeket nem azért tettem idézőjelbe, mert valami fajta degradáló megjegyzést tennék rá, hogy tisztességes, mi az, hogy tisztességes munkafeltételek. Minden dokumentumban szerepel, és a jóhiszeműség, tisztesség és a tisztességes szerződési feltételek mellett ez nyilvánvalóan megfogalmazható. A probléma az, hogy ennek a munkajogban is szerződéses alapozásonak kell lenni, nem az, és van egy elég erős közjogi beavatkozás, mert az alá fölé rendeltség miatt ez általában nem biztosítható, és ez függ egy adott ország munkajogi foglalkoztatási kultúrájáról is. Hogy mondjak erre egy példát, amikor az MT-k készültek, mindig vita volt, hogy miért kell minden egyes pótékot részletesen reírni. Hát ezt beállapodjanak meg a felek. De ha nem lenne kötelezően előírva a pótlék mértéke és jogalapja, akkor Magyarországon állítom egy fillért nem fizetnek, és senki pótlékként. Másodt ez így nem merül föl. A védelem harmadik eleme a kógens munkajogi intézmények. Gondolok itt például a felmondási tilalmakra, gondolok itt például a bizonyos munkaidő betartására, a munkaidőre vonatkozó védelmi intézkedésekre, jogokra. Tehát ez a hármas szisztéma, egyrészt a jogállásvédelem, a munkafeltételek köre és a kogens közjogi védelmi intézkedések, vagy intézmények jelentik a munkajogviszony védelmi tartalmát. Nézzük meg, hogy az önálló munkavégzőnek van-e védelme. Egyszerűen értelmezhető ez a kifejezés.
hogy egyáltalán őt valamitől is védeni kellene, vagy milyen védelemre gondolunk, és nagyon érdekes, hogy itt a védelem maga, a magánjognak a rendszere, a magánjog intézményrendszere, az általános szerződési feltételektől kezdve az összes elvég, az összes intézményig, ami megpróbálja a felek egyensúlyát fenntartani és mellérendeltségét, és ebből a szempontból alapvető az, amit a munkajog polgárjog kapcsán és egyáltalán a védelemmel kapcsolatban Wolfgang Wible 1998-as tanulmányában írt. Szeretném ezt felolvasni. A szerződések egyenlőtlen kockázatmegoszlásának kezelése nem a munkajog elsődleges feladata. Ezt a magájognak kell feloldania. A munkajogban ismert szerződéses kontroll, a Fairtrust kontrolle, ehhez képest nem jelent semmi különöset. Tehát ott is van, az, hogy nálunk ez ismeretlen, az egy más kérdés, csak ennek a szerződéses kontrollnak a munkajog szabályai szerint kell működni, és nem a magánjog szabályai szerint. És most jön a harmadik mondat, ami döntő. A piachoz kapcsolódó gazdasági függőség kezelése viszont, ő kereskedelmi jogot ír, de nyilván a magánjogra gondol, tehát van egy nagyon éles szétválasztás a védelem megítélése, illetve a védelemre való jogi reakció tekintetében. Nézzük meg, hogy milyen védelem illeti meg, vagy milyen védelmet lehet egyáltalán kimunkálni a munkavállaló jogállásához hasonló személy esetében. Kérem szépen, az első, a védelem jellege elemei, nézzük meg a kiinduló pontot. Itt is tekintetbe kell venni egy függőséget, de nem az általános gazdasági függőséget, amely mondjuk a piaci jogügyleti forgalomban jelentkezik, hanem az ő helyzetéből, sajátos, speciális helyzetéből adódó függőséget. És az első kérdés, hogy mit tartalmazzon a jogállásvédelem? Lehet-e garantálni azt a fajta kontinuitást, amely a munkajogviszonyra jellemző, vagy kell, hogy jellemző legyen? Hát ez a jogállásvédelem gyakorlatilag a kockázatviselés és a felelősség arányától függ, ez pedig az időtartamtól függ. Minél kevesebb ideig kell teljesíteni, minél inkább ilyen flash szerződéseket kötünk, annál kevesebb, pontosabban annál nagyobb kockázatot és nagyobb felelősséget vállal a munkavégző, tehát a kontinuitásra itt nem nagyon beszélhetünk. De ha tartamszerződések történnek meg, akkor nyilvánvalóan egy munkavégző azért beruház, investál, készül a jövőre, tehát itt ebben az esetben már bejön az a fajta garanciarendszer, vagy hasonló garanciarendszer, ami a munkaviszony esetében megvan. Tehát kulcskérdés a kontinuitásnak az értelmezése. A másik probléma a jogviszony megszüntetése, illetve a megrendelések, teljesítések közötti szünet időtartama. Képzeljük el, hogy valaki, aki egyéni munkavégző, személyesen munkát végez, de nem munkajogviszony keretében egy másik félnek. Nyilvánvalóan investál, lehet, hogy hitelt vesz föl, lehet, hogy valamilyen innovatív beruházásba fog, ebből él, és egyik pillanatról a másikra megszűnnek a megrendelések, majd jövőre folytatjuk. Tehát valamit be kell iktatni. Ezt azért hangsúlyozom, mert mindjárt röviden bemutatok két minta tervet, vagy minta megoldást, amely egyrészt egy angol, egy másrészt pedig egy olasz kísérlet, és az egyik kulcsfigurája, vagy kulcs témája a megszüntetés, illetve a, tulajdonképpen a szüneteltetésnek a kompenzálása, illetve annak a garanciarendszer kidolgozása. A munkafeltételekről. Nem azt írom, hogy tisztességes munkafeltételek, hanem sokkal inkább azt, hogy megfelelő munkafeltételek. Mit értek a megfelelőség alatt? Egy példán keresztül szeretném megvilágítani a bér, az ellenérték tekintetében. Amikor azt mondjuk, hogy a munkajog egyik elve a tisztességes bér, még akkor is, hogy elég homályos tartalma van, akkor ebben az esetben azt kell mondani, hogy egy ilyen jogviszonynál, egy ilyen köztes jogviszonynál a megfelelő bér ennek a megfelelője miért, olyan ellenértéket fizessünk meg, ami lehetővé teszi a jogviszony rendeltetésének megfelelő fenntartását. Tehát, hogyha krízishelyzet is van, ne a másik félre hárítsak mindent, hanem próbáljak olyan ellenértéket kitalálni, ami fenntarthatja a jogviszonyt, ő sem megy tönkre, hiszen belőlünk él, de mi is támaszkodhatunk majd a későbbiekben rá, hiszen mi meg belőle élünk.
Hogy mondjak erre egy példát, amikor Mark Friedland ezt a úgynevezett Personal Employment Contract teóriáját kidolgozta, amire mindjárt kitérek nagyon röviden, az egyik nagyon lényeges elemzése, hogy mi itt a munka, mi itt a teljesítés, mire fizetek én ellenértéket, vajon ellenérték kötelese az, hogy az illető befektet, beruház, valamilyen innovációs programban vesz részt. Önmagában, önmagát képzi valamire. Ezt nekem lehet-e honorálni? Mert ez ugye nem olyan, mint a munkaviszonyban a munka és annak a konkrét ellenértéke. Tehát új értelmet kap maga a teljesítés, új értelmet kap az is, hogy mi a munka, és mi az, hogy ellenérték. Milyen formái vannak ennek, milyen kifizetési módjai vannak, és milyen tartalma van ennek. Hát nyilvánvalóan csak... Ezt már nem is akarom külön hangsúlyozni, hogy ennek szerződésesnek kell lenni, szerződéses alapozásúnak kell lenni a munkafeltételeknek, és kétséges, hogy meddig lehet itt közjogi beavatkozással élni. Meddig mehet el a jog egy ilyen esetben, amit a munkajogviszony esetében lazán meg tud tenni, hiszen van indoka rá, hogy a munkafeltételeket tessék tisztességes módon meghatározni, ha ez nem megy, akkor beavatkozunk, hiszen itt munkaviszonyról van szó. Egy alapvetően személyében függő munkavégzőt kell védeni, nem úgy, mint egy, mégiscsak egy függő, de vállalkozó esetében. És hát bejönnek a kógens úgymond munkavédelmi vagy védelmi elemek, és rátérnék egy mondat erejéig a kollektív jogokra. Mindenki a koalícióhoz való jogot, illetve az a kollektív szerződéshez, kötéshez való jogot emeli ki, hogy vajon a nem munkavállaló alakíthatnak-e szakmai szervezetet, köthetnek-e kollektív szerződést, nem ütközik-e ez a versenytilalmi megállapodásokba, és a többi. De, vagy a versenytilalmi szabályokba, stb. Azonban vannak más kollektív jogok. Nézzük meg, részvételi jogok. Lehet-e az üzemi tanácsokhoz, a munkavállalók bevonásához hasonló intézményrendszer a vállalkozók tömege vagy csoportja tekintetében? Értelmezhető-e a sztrájk, mondjuk egy ilyen munkavégző réteg esetében? Konfliktus rendezés, hogyan, melyik bíróság, milyen eljárással járjon el? Tehát gyakorlatilag itt teljes homály van még, vagy teljes bizonytalanság van. És végül a bizonytalanságnak és az esetlegességnek a legújabb példája egy iránymutatás 2022-ben jelent meg. Ez az iránymutatás az uniós versenyjognak és az egyéni önfoglalkoztatók munkafeltételére vonatkozó kollektív megállapodásokra fókuszál vagy koncentrál, és hát nem tudjuk, hogy milyen alapon és milyen tényállásokban kerül ki a versenytilalmi szabályáról egy kollektív szerződés, az egyik esetben kikerül, a másik esetben nem kerül ki, a szándék nemes, a szándék érthető, de nem tudjuk, hogy melyik kollektív szerződés az, ami nem ütközik az EOMS 101. paragrafusába, és melyik az, ami viszont oda ütközik. Tehát ez egy teljesen eshetőleges iránymutatás, de valóban az első lépés, ami ezt megteszi. Léteznek-e minden munkavégzőre kiterjedő védelmi jogok? Ez a munkajog szempontjából alapvető jelentőségű, és lehet, hogy nem lesz nagyon szimpatikus, amit fogok mondani, mert azok a törekvések, amelyek eddig napvilágot láttak, és gondolok itt a zöld könyvre még 2006-ból, vagy gondolok a Európai Parlament javaslatára 2007-ből, vagy egy fényesebb jövőről kiadott dokumentum az ILO részéről 2019-ben, de mondhatnám itt a tájékoztatási irányelv helyében lévő az átlátható munkafeltételekről szóló irányelvet is, azok magától értetődőnek veszik, hogy vannak olyan jogok, amelyek minden munkavégzőre kiterjednek. És kérem szépen, a platform irányelv hasonló. A töréspont viszont a következő. Van egyszer egy munkaviszony, van a munkavállalóhoz hasonló személy, és van az önálló munkavégző, és eszembe jut az, amikor megszülettek a diszkriminációs irányelvek, és bedobta ezt a fogalmat, hogy önfoglalkoztató, nem mondta meg, hogy mit jelent, és ebből az következett például a magyar esélyegyenlőségi törvény esetében, hogy minden munkavégzésre irányuló jogviszonyra kiterjed a diszkrimináció. Ez még rendben is van, csak azért azt figyelembe kell venni, hogy
Ezek az alapjogok, mint például a egyenlő bánásmódhoz való jog, stb. Szerződéses viszonyokban fognak érvényesülni. És nem ugyanaz a munkaviszony, és nem ugyanaz egy magánjogi jogviszony. Nem ugyanaz a szerződés az egyik, és nem ugyanaz a szerződés a másik. Melyek ezek a jogok? Ha csoportosítani akarjuk, akkor egyes jogok általános emberi jogok. Nem feltétlenül a munkaviszonyhoz kapcsolódnak, az más kérdés, hogy egy területen a munkaviszonyban érvényesülnek. Vannak olyan jogok, amelyek minden munkatevékenységhez kapcsolódnak. Valaki vállalkozóként vezeti a kamiont, munkaviszonyként kezeli a kamiont, bizonyos munkaidő szabályokat be kell tartani. És nyilván vannak olyanok, amelyek csak a munkaviszonyhoz kapcsolódnak, tehát ezek magától értetődően, vagy bocsánat, ezeket nagyon nehéz kiterjeszteni másfajta jogviszonyra. És itt van a két kifejezés, a Floral Rights, a küszöbjogok, illetve ez a Universal Labor Guarantee, amely mostanában váltja fel a Floral Rights kifejezést. Kérdés, hogy ez mennyiben érvényesíthető, és ismét csak azt tudom mondani, hogy ezek az alapjogok az egyes szerződések tekintetében fognak érvényesülni, és nem tűrik el véleményem szerint az egyenlősdit, az gleichschaltolást, hogy minden esetben ugyanolyan módon kell ezeknek az alapjogoknak hatni. Szeretnék végül utalni Otto Kahn Freundra, aki fölhívta a figyelmet még 1967-ben, hogy ezekkel a jogokkal, illetve az automatikus alkalmazásokkal azért kell vigyázni, bármennyire is jogpolitikailag indokolt, illetve vannak érzelmi töltések az egyes dokumentumokban, mert ezek a magánautonómia területéről származnak, és esetleg más alapjogokkal is összeütközésbe kerülnek, tehát egy oldalon adaptálni, egy oldalon alkalmazni legalábbis kétséges. Egy értékelést engedjenek meg. Ennek a munkajogi törekvésnek, amiről eddig beszéltem, van egy pozitív vonzata, illetve egy érthető területe, ugyanis a munkavállaló és az függő önfoglalkoztató jogállása közötti különbség nem alapozza azt meg, nem adhat alapot arra, hogy ennek a végeredményben önálló munkavégzőnek, de mégis függőségi helyzetben lévő kategóriának a védelmét feladjuk. Tehát valamilyen védelmi rendszert ki kell dolgozni. A munkajog hagyományos rendeltetése miatt nyilvánvalóan a munkavállaló lesz a referenciapont. Ahhoz fogja hasonlítani ezt az egész tényállást. És ami nagyon fontos, hogy ennek a függő önfoglalkoztatónak a védelmére, bármilyen védelmére jelenleg más nem áll rendelkezésre. Ami bizonytalanságot okoz, hát nem tudjuk pozitív ismérvekkel meghatározni ennek a réternek a jogállását a munkajogi megközelítés alapján. A tesztek, hagyományos munkajogi tesztek adaptálása, függőség, integrálódás, stb. Nem pontos, nem vezet pontos eredményre. És hát nem tisztázottak a védelem jellege, terjedelme, a védelmi intézmények érvényesítésének szabályai, stb. És hát a kollektív munkajogi intézmények is teljesen esetlegesek. Azt olvasok a dokumentumokban, ILO dokumentumban, Európai Bizottság dokumentumaiban, hogy egyes országokban lehet, mások országokban ismét lehet, harmadik országban nem lehet, teljesen esetleges, és nem tudjuk az okát, hogy miért lehet itt, miért nem lehet ott. És van még egy nagyon nagy veszély, hogy a jogalkalmazásban, a jogalkalmazástál ezeknek az ismérveknek, elveknek a mechanikus alkalmazása néha egészen komikus helyzeteket hoz. Egy esetet szeretnék mondani, ez a nagyon híres úgynevezett Constant ügy. Arról van szó, hogy Hollandiában a nem munkavállalók is csatlakozhatnak szakszervezethez, és ez a szakszervezet köt egy nagy szerződést egy munkaadói szövetséggel, és kérném szépen, ez kiterjed a nem munkaviszonyban tevékenykedő, úgymond kisegítő vállalkozó munkavégzőkre is. És a Constant ügy lényege az, hogy ilyen kollektív szerződés, vajon kollektív szerződésnek tekintetve a szó munkajog értelmében, ütközik-e az európai versenyszabályokkal, stb. Felolvastam az ítéletet először úgy, hogy nem mondom meg a szervezetnek a lényegét, hogy milyen szervezetről van szó, és nem mondom meg, hogy a kisegítő munkavállalók mit csinálnak. Azt mondja a bíróság, hogy meg kell nézni a fölirendeltséget, az érintett
munkaszervezettel kapcsolatban, a szerződéses alapuló jogviszony időtartam alatt, és meg kell nézni, hogy nagyobb függetlenséget és rugalmasságot élveznek-e a nem munkaviszonyban álló munkavégzők, és azaz ilyen és ilyen helyen, ilyen és ilyen tevékenységben függetlenebbek-e, mint a munkavállalók. Teljesen logikus az érvelés, következetesen tartja 30 éve a Lorimon formula óta ezt a képletet, csak egy baj van, hogy ez a szervezet, ez egy zenekar. Na most képzeljük el, maradjunk Hollandiában, mert az eset holland, hogy a Concertgebouw zenekar mondjuk Haydn Ezdúr szimfóniáját műsorra tűzi. És megszólal a fúvolás, hogy oké, de én az egyes próbákon online fogok bejelentkezni, vagy a szólamomat saját interpretációmban játszom, mert én egy ilyen semi-independent worker vagyok, én nem vagyok munkavállaló. Hát azért eléggé furcsa lenne, és ez tipikus példája annak, amikor egy más célra meghatározott bírósági logika, jogalkalmazási logika, az itt nem jön be. Tehát tulajdonképpen teljesen komikus, vagy teljesen kiforgatott. Ma még egy ügy, de arra most idő hiányában nem térek ki, egy gazdasági társaság vezető tisztségviselőjét minősített lazán munkavállalónak a bírósága német jog ellenére. Nagyon röviden a lehetséges megoldásokról. Ugye említettem, hogy van a Mark Friedland által kidolgozott Personal Employment Contract, amire azért írtam, hogy kérdőjel, hogy sui generis megoldás, mert az eddigi, tipikusan az eddigi angol megoldást, a worker megoldást választja kiinduló pontként. Mit jelent ez? Van a munkavállaló, az employee, van ugye az independent contractor, és van a worker, ami egy teljesen homályos fogalom. Azt mondja az Employment Rights Act 1996-ból, hogy ilyen worker az, aki szintén munkaviszonyban dolgozik, vagy nem munkaviszonyban dolgozik, de nem is ügyfele az, akinek dolgozik, tehát valamilyen munkaviszony, nem is munkaviszony, félfüggetlen, stb. Ennek egy jelentősége van az angol jogban, Simon Deakin írta ezt le, hogy immunitást élveznek, azaz sztrájkolhat, kollektív szerződést köthet, azaz a sztrájk ugye mint nem elismert magánjogi fogalom, mégis immunitást kapnak ezek a munkavégzők, akik nem minősülnek munkavállalónak. Olyan más értelme ennek az egész workernek nincs, nagyon sok kritikát is kapott. Mit mond Friedland? Azt mondja, hogy az alanyok nem munkáltató van, mint employer, hanem foglalkoztató fél van. És nem munkavállaló van, hanem service provider, a szolgáltatás nyújtója van. Ezek még játékok a szavakkal, játékok a jogintézményekkel. Azonban, amikor elkezdődik a szerződés tartalmának boncolgatása, ott nagyon komoly problémába ütközik ő is, és mindenki, aki ezzel foglalkozik, mondjuk egy jogalkotás előkészítése során. A szerződés kontinuitását boncolgatja hosszan. Milyen garanciákat lehet kapni? Mondjuk az angol jogban ez különösen nehéz, hiszen a common contract law-ban a szerződés és a munkaszerződés között olyan nagy különbség nincsen, nem úgy, mint az európai kontinentális jogokban. Munkaszervezés, felelősség, kockázatviselés elemzése. Itt, amiről beszéltem, a munka és a munka ellenértékének a problematikája, hogyan lehet ezt egyáltalán leírni, mi az az érték, mi az a munkatevékenység, amiért én fizetek valamilyen ellenértéket. Együttműködés, és a többi, és a többi, és a többi. És mondom a másik esetet, amikor Adalberto Perui 2003-ban egy hatalmas elemző munkában azt mondja, hogy felejtsük el az eddigi olasz kísérleteket, 3 évtizeden belül volt rengeteg, a COCOCO, ez a kooperatíva együttműködés és egyéb, hanem egy új disziplina kell, egy új jogák kell. Nagyon érdekes, hogy miért mondja ezt, ugyanis van egy méltatlanul elfelejtett kísérlet 2014-ből Pietro Iccini, olasz képviselő, munkajogász, egyetemi ember, kidolgozott egy olyan rendszert, amelyben a olasz polgári törvénykönyv 2094. paragrafusában együtt lett volna a munkaviszony, és együtt lett volna ez a félig önálló, félig függő, független munkavégző, amelyre nagyon heves kritikát kapott, amelyet nagyon röviden csak annyiban ismertetnék, hogy
Peruli ebben a doppia alientiában, tehát a dupla elidegenedés elméletében a következőt mondta. A munkáltató, a munkavállaló függősége nem a személyes függőségben áll, nem a gazdasági függőségben áll, hanem abban, hogy olyan szolgáltatást nyújt, amire később semmilyen ráhatása nincsen. Azt csinálnak a szolgáltatásával, azt csinálnak azzal az értékkel, amit tervel, vagy amit ad, amit a másik fél akar. És van még egy nagyon fontos eleme ennek a alárendeltségnek, hogy ebben a folyamatban, a saját szolgáltatásának a folyamatában semmilyen jogvédelmet nem kap. Kap a munkaidő tekintetében, kap a diszimináció tekintetében, egyéb minden területen kap, de amit kiad a kezéből és ami elmegy, ott befejeztük. Továbbmenve a új disziplinának a kiinduló pontja nagyon kemény felütés az operis, azaz a magánjog, ha másképpen akarom lefordítani. Tehát nem a munkajogból indul ki, hanem a magánjogból indul ki, és a magánjogra kivetítve írja le ugyanazokat a gyakorlatilag ugyanazokat a kritériumokat és ugyanazokat a problémákat, amelyeket láttunk az angol jogban, Mac Friedmannak a Personal Employment Contract teóriájánál. Nagyon röviden, lehet-e egységes elveken egy ilyen rendszert kimunkálni, egy ilyen új foglalkoztatási jogot kimunkálni? Eddig nagyon úgy néz ki, hogy nem, mert mindenki a saját gyökereihez nyúlt vissza. Az angolok ugye a employee-worker pároshoz, az olaszok a COCOCO, az együttműködés rendszeréhez. És van még egy lehetőség a német jogban, az úgynevezett Dienstvertragot felhasználni arra, hogy itt lehessen valami úgynevezett Beschäftigungsrechtet, tehát egységes foglalkoztatási jogot kiépíteni. Ugyanis a BGB-nek a 611. paragrafus második bekezdése azt mondja, hogy ennek a szolgálati szerződésnek mindenfajta szolgálat lehet a tárgya. Tehát lehet az úgynevezett freie Dienstverträge, szabad szolgáltatási szerződés, és ha a munkaszerződést le akarom fordítani ebbe a rendszerbe, akkor ez pedig a abhängige Dienstvertrag, tehát a függő szolgáltatási szerződés, nevezzük Arbeitsvertragnak. És a német kollektív szerződésről szóló törvény megmondja, hogy ki az Arbeitnehmer ähnliche Person, megmondja, hogy ki a munkavállalóhoz hasonló személy, de kvantitatív ismeretek alapján fogalmat ő sem ad. Van vagy 15 törvény, amely szabályozza ezeknek a védelmét különféle aspektusokból, de igazából nem merült föl sohasem igény arra, hogy egységesen szabályozzák. Néhány gondolat a platformról, egy mondat vagy két mondat erejéig. A digitális platform nem munkajogi fogalom. Ez egy innováció, amely alkalmas arra, hogy újabb innovációk épüljenek rá, újabb alkalmazások épüljenek rá, és minden szabálytól eltérően működjön. Tehát gyakorlatilag minden eddigi magatartás, minden eddigi kapcsolat felborul, hogyha a platform bejön, mert annyira nagy diverzitása van, olyan diverzitása van a tevékenységeknek, a lehetőségeknek, és amit nem vesz figyelembe senki, a platform munkában résztvevők motivációjának is. Lehet, hogy csak alkalomszerűen oda megyek, akarok valamennyi pénzt keresni, vagy pedig tényleg ebből élek. Na most a digitális platformnak a jelenléte a munkaviszony folyamatában, hát azt jelenti számomra, és én ezt tartom kulcspontnak, hogy kialakul egy triangulális kapcsolat, egy vagy valódi triangulális kapcsolat, mint például a munkaerőkölcsönzésnél, vagy kialakul egy ilyen látszat háromszögű kapcsolat azzal a buktatóval, hogy itt a szerződéses kapcsolatok döntő többsége kétoldalú. Vegyük az Uber-t, az Uber és a sofőr, az Uber és a kliens, a sofőr és a kliens. És egyre inkább felmerül az a kérdés, hogy mondjuk ezt a struktúrát, ezt a platformot lehet-e egyáltalán hálózatként kezelni? Lehet-e azt mondani, hogy ez egy network? És itt utalok Günther Teubnernek a 2007-ben írt kiváló tanulmányára, a Netzwerk als Vertragsbund, tehát hogy lehet-e maga a hálózat egy szerződéses összekötőerő.
Ezt egyébként Angliára, vagy az angol jogra is adaptálták, lefordították, és ez egy új tendencia, hogy vajon a hálózat, mint ilyen, alakíthat-e, kialakíthat-e egy egységes jogot, lehet-e egy megoldás ebbe az irányba. Hangsúlyozni szeretném viszont, hogy a platform nem bírja el az egységesítést. Tehát azt a törekvést, ami a munkajogot jellemzi, általában a köztes zóna esetében a platformnál nem fog menni, tehát a munkajog intézményének a kiterjesztése, mert annyira széles, annyira sokrétű, annyira diverz, annyira szerteágazó ez az egész. Kérném szépen, záró gondolatokat csak fölírom, mert gyakorlatilag erről beszéltem végig, tehát a más részére történő munkavégzés rettenetesen szétfolyóvá vált, nem lehet egységes kritériumrendszert felállítani. A jelenség nem vizsgálható, sem kizárólag szociális szempontok alapján, nem vizsgálható kizárólag gazdasági szempontok alapján. Egyetlen jogárnak sincs prioritása, hogy ezt a szabályozást kisajátítsa. A megoldás végtelenül összetett, hiszen értelmezhetővé kell tenni egy szerződésnek, a leendő, erre vonatkozó szerződésnek azt a tényállást, azt a környezetet, amiben ez a teljesítés történik. És halkan teszem hozzá, hogy ennek a tényállásnak, ennek a körülmény halmoznak egy nagyon lényeges eleme, hogy mit akarnak a felek. Mondjuk egy szerződés minősítésénél azért nem árt, vagy nem válik kárára a dolognak, hogyha megnézzük, hogy valójában mit akartak kötni, milyen szerződést akartak kötni, mert én legalábbis úgy érzem, hogy mind a jogalkotás, de a jogalkalmazás is, ha bár ott bizonytalanságok mutatkoznak, hát erőltetik a munkajogviszony létesítését, illetve a munkajogviszonnyal való minősítést. Egy ilyen sui generis szerződés alkalmas lehet arra, hogy ezt minden nehézség ellenére, hogy ezt a problémát megoldja, és én hajlok arra, hogy kell egy ilyen új típusú szerződés, sui generis szerződéses rendszert kimunkálni, elkerülhetetlen lesz, nyilván nem holnap, nem holnap után. Tehát kell kialakulni egy ilyen employment law-nak, vagy egy úgynevezett beszeftigungsreknek. Azonban van egy nagyon nagy kérdés, hogy hova tartozzon ez a jog. És itt szeretnék egy kanadai kiváló jogászra hivatkozni, Brian Lengyelre, aki azt kérdezte meg, hogy ha a szűkebb értelemben vett hagyományos munkajog része egy nagyobb tág értelemben vett foglalkoztatási jognak, akkor a foglalkoztatási jog maga hova tartozik? Lehetne ezt a kérdést mondjuk sarkosabban föltenni, ha a tradicionális munkajog nem része ennek a nagy foglalkoztatási jognak, hanem ezt elválasztjuk, különvesszük, akkor hova tartozik? Nyilvánvaló, hogy a válasz benne van, inkább a magánjog irányában kell elmenni. Egy utolsó mondatot engedjenek meg. Kérem, talán ne úgy emlékezzenek erre az előadásra, hogy kiállt ide egy munkajogász, és egy órán keresztül arról beszélt, hogy a munkajognak semmi jelentősége nincsen, semmi értelme nincsen. Meggyőződésem, hogy van, sőt napjainkban van igazán jelentősége, és meg kell találni azt a keretet, vagy azt a területet, ahol érvényesülnie lehet, és kell. Meggyőződésem továbbá, hogy a munkajognak a jelentőségét akkor érezzük a legjobban, ha valahol nincsen. Nézzék el nekem, hogy erre most viszont nem fogok példát mondani. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm Kis György akadémikusnak ezt a eleven problématudatos, mélyen szántó előadását, és most már csak az van hátra, hogy átadjam számára a díszes oklevelet, amely hosszú időre hitelesíti az ő akadémikus voltát. Azt mondták, álljunk ide előre. Fogjunk még egyszer kezet.